számára lehetővé tette azt, hogy olyan kérdéseket is megtárgyaljanak az Európai Parlamentben, amelyet maguk az Európai Parlamenti képviselők nem tartanak annyira fontosnak, vagy nincsen elég többség ahhoz, hogy napirendre vegyék, de az Európában élő állampolgárok népi kezdeményezés formájában felvetik, dokumentáltan kezdeményezik, és megfelelő számú aláírással alátámasztják. Ez ahhoz hasonlatos, mint a Magyar Parlament, vagy Magyarországon is létező törvény, amely szerint országos népszavazás, illetve népi kezdeményezést lehet kezdeményezni, lehet indítani. Egy különböző kategória van, hogyha megfelelő számú aláírás összejön, akkor kötelező népszavazás kiírásáról van szó, vagy lehet elérni, illetve kevesebb aláírás esetén pedig a parlamentnek kötelező megtárgyalni az adott kérdést. Ez a népi kezdeményezés, amiről mi beszélünk, az Európai Népi Kezdeményezés, ez az Európai Parlamentet kötelezi arra, vagy kötelezné arra, amennyiben ugye teljesül az összes feltétel, hogy ezeket a nép által feltett konkrét kérdéseket megtárgyalják. Hozzáteszem, hogy az Európai Parlament annál demokratikusabban működik, mint hogy a Magyar Parlament, tehát senki ne gondolja, hogy ez úgy fog működni, mint nálunk, hogy összejön 50 000 aláírás, kötelező megtárgyalni, és a kb. 5 képviselővel éjszaka megtárgyalja a parlament a kezdeményezést és elutasítja, tehát ennél sokkal fontosabb politikai háttere és nyomatéka van egy ilyen kezdeményezésnek, más azért is, mert 1 millió aláírás kell benyújtani ahhoz, hogy ez a népi kezdeményezés érvényes legyen. Na nem kell megijedni, nem Magyarországon kell az 1 millió aláírást összegyűjteni, és még csak, nem is csak Kelet-Európában, és még csak nem is más rész ország, tehát kisebb országban, az egész Európai Unió területén, tehát Angliától kezdve mondjuk úgy, hogy magyarországi bezárólag, vagy lengyelországi, a keleti határ, ahogy veszük, bezárólag minden országban jogunk van aláírásokat gyűjteni. A népi kezdeményezést júliusban nyújtotta az Európai Baloldali Párt, 7 európai állampolgár aláírásával hitelesítve. A 7 aláíró közül az egyik Morvai Judit, akit szeretnék most bemutatni, és remélem nem ismeri, ő kicsit fél pillanatig álljál föl. Mindenki ismer, azokat a kérdésem. Tehát ő a hét gonosz közül az egyik, ugye hát az ellenfeleink számára gonoszak, mert ez egy nagyon fontos szociális kezdeményezés, és maga a népi kezdeményezés tárgya egy európai szociális és ökobank létrehozása. Ennek a logikája az, hogy mindenki látja, hogy ha bármit, akár kényszervállalkozók, vagy önkormányzatok, vagy állami intézmények szeretnének ilyen nem a piacon érvényesülni tudó, vagy ott nehezen érvényesülni tudó beruházást végrehajtani, akkor a bankokhoz fordulván azt tapasztalják, hogy olyan magas kamatot szakadunk kölcsön, ami gyakorlatilag hitelmehetetlen, és ezért az adott amúgy egyébként társadalmilag, vagy környezetünk számára szociálisan fontos és eredményes lenne, de a pénz hiány miatt, illetve a magas kamatok miatt ilyen beruházás nem megvalósítható. Ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban rendelkezésre álló pénz, és több 1000 milliárd euróról van szó, már olyan jellegű, olyan mértékű, vagy olyan célú felhasználásra rendelkezésre álló pénz, amiről beszélünk, az több 1000 milliárd euró. Példát hozok, idén tavasszal 2000 milliárd eurót biztosította az Európai Unió, az Európai Központi Bank azoknak a magánbankoknak, részben a magánbankoknak, akik majd bajba kerültek, nehéz hiteleik vannak, tehát problémáik adódtak a hitelezéssel kapcsolatban, és olyan kedvező kamatozással adták ezt a kölcsön, ajándékpénzt, ami mi számunkra, a halott állampolgár számára ez ideig elképzelhetetlen volt. Persze ezek a bankok nem úgy gondolták, hogy ezt a kedvező kamatozási kölcsön szintén kedvező módon adják tovább az állampolgároknak vagy a vállalkozásoknak,
vagy az önkormányzatoknak, vagy államoknak, hanem gyorsan piaci alapúvá tették a dolgot, tehát ők úgymond jól keresett az üzletet. Na, szerintünk ez a folyamat ez nem vezet sehova, a válságot biztosan nem tudja megoldani, tehát ha a rendelkezéssel és rendelkezéssel az Európai Unióban pénz, akkor ezeket az 1000 milliárdos csomagokat, ami megítélésünk szerint ilyen szociális bankba, illetve szociális ökobankba kell tenni. A népi kezdeményezés annyiban eltér a mi hagyományainktól, hogy itt azért nem kell olyan értelemben a betű és vesző szerint meghatározni magát a konkrét kezdeményezés széles skáláját, mint ahogy nálunk, mert egy éves a maga a periódus, tehát egy év alatt kell összegyűjteni az 1 millió aláírást az egész Európai Unióban, és ezzel az egy év alatt számos javaslat gyűlhet össze, hogy ez a szociális ökobank konkrétan milyen területeken, milyen formában tudja majd hasznosítani magát a pénzt. Tehát a kezdeményezés konkrét, tehát egy jó nagy adag pénzzel megáldott szociális és ökobank létrehozása, de ennek a banknak a működésre vonatkozó szabályokat menet közben a társadalmi részvétel, ugye az aláírás gyűjtés során a kezdeményezők gyűjtik folyamatosan, és amikor sor fog kerülni, reményénk szerint egy év múlva az Európai Parlamentben ennek a kezdeményezésnek a vitájára, akkor ezen a vitán az egy év alatt összegyűjtött javaslatokat, kezdeményezéseket ugye be tudjuk mutatni, el tudjuk mondani, tehát magában a parlamenti vita során felszínre tudjuk hozni. Tehát most én néhány területet mondanék arról, hogy körülbelül milyen célokat szolgálhat egy ilyen szociális és ökobank, ami nem jelenti azt, hogy nem lehet más típusú szociális és környezetvédelmi kezdeményezésekhez majd ennek a banknak a segítségét felhasználni. És célunk is az, hogy amikor gyűjtjük az aláírásokat, hogy nem mechanikusan gyűjtsük, de azt mondjuk, hogy írd alá, aztán mennyi haza, nem baj, hogy nem tudsz róla semmit, hanem kifejezetten szólítani